Sziasztok, ha itt vagytok, Kovács Eszter vagyok, Veszprémből fodrász, és ezen a YouTube csatornán fodrászattal és hajakkal kapcsolatos tartalmakat, videókat találsz, hogyha nézed egy ideje, akkor ezt te már tudod is, ha fel is vagy iratkozva, akkor biztos, hogy meg is kapsz minden értesítést, amikor új videót töltök fel, hogyha pedig új vagyok neked, akkor itt az alkalom, hogy feliratkozz, és állítsd be, hogy kérsz értesítéseket, azt a kis csengőt kell megnyomni a feliratkozás gomb mellett, és akkor nem maradsz le semmilyen új tartalomról, például a mairól, hogyha már itt maradtál eddig, és nézed tovább velem, vagy hát én csak magamat nézem, de te meg engem. Szóval, hogy nagyon sokan kérdeztétek tőlem vendégek, saját vendégeim is, és egy-egy kérdést így privátban is megkaptam, hogy hogyan hagyjon el egy vendég egy fodrászt. És mikor a vendégeim kérdezik, akkor csak remélem, hogy nem azért, mert hogy el akarnak engem hagyni, és hogyan közöljék ezt velem, de vagy hát, ha igen, akkor most ez nekik is szól, hogy mi erről az én véleményem, meg mi az ehhez való hozzáállásom. És egyébként komolyra fordítva a szót, több olyan van, hogy szeretnétek hozzám jönni, de mit mondjál a mostani fodrászodnak? És én nekem ezzel kapcsolatban még van más gondolatom is, amit most ki is fejtenék, tehát például ebben szerintem benne van az is, hogy jársz a mostani fodrászodhoz, valamennyire meg vagy elégedve vele, mert elég régóta jársz hozzá. Mert amikor csak egy-két alkalommal jársz egy fodrásznál, akkor nem merül fel ez a kérdés, hogy úristen, hogyan hagyjam el. Hanem amikor már régóta jársz hozzá, akkor merül fel ez, hogy de hát már számít rám, hát már előre be vagyok írva, nem tudom meddig, tudja, hogy milyen hajat szoktam, mikor szoktam menni, minden, és akkor, hogy hát akkor most hogyan szabaduljak meg tőle. Mert megbántani nem akarod, a kerület vagy a város, ahol élsz, az kicsi, valószínűleg összefutsz vele futni, a boltba, utcán, stb. Ne legyen ez kellemetlen. Egy csomó minden ilyen felmerül, és hidd el egyébként, hogy nálam is, mert én is járok kozmetikushoz, körmöshöz, masszörhöz, ide-oda-oda, és én is ugyanezeken megyek keresztül, amikor én akarok váltani. És az ember egy kicsit úgy érzi, hogy oké, elmegyek egy másikhoz, de mi van, ha az a másik nem jön be, és visszasírnám az előzőt, az eredetit, de hogy akkor hogyan menjek vissza hozzá? Mert ez amikor, aki már egynél több randim volt, az már szerintem ezt megtapasztalta, hogy fú, az előzőt nem kellett volna, mégiscsak még ennél is jobb. És bár párkapcsolat nélkül lehet élni, de fodrász nélkül azért nehezen, úgyhogy mi ilyenkor a megoldás? Na most... A fodrászok egy kicsit mindannyian művészek vagyunk, tehát úgy gondolom, hogy valamennyire nyilván megbántva érezzük magunkat, hogyha a vendég elmegy máshoz. Főleg akkor, hogyha azért, mert nem elégedett azzal, amit én csinálok. Ugyanakkor nekünk azt tudni kell, hogy mindenkinek nem lehet eleget tenni, és nem lehet mindenki pont velem elégedett. Lehet, hogy elégedett velem is, meg egy másikkal is, meg egy harmadikkal is. Lehet, hogy az a vendég most másra vágyik. Stílust akar váltani. Egyszerűen más bánásmódra vágyik. Mondjuk én egy nő vagyok, el akar menni egy férfi fodrászhoz, vagy fordítva. Hallott valami jót valaki másról, és szeretné kipróbálni. Nyílt egy új szalon, és csak kíváncsi rá, hogy ott mi van. Mert eddig mindig járt valahova, hát néha te is elmész egy másik étterembe, nem? Tehát, hogy mindig járok ide, ezek a kedvenc helyeim, de azért csak kipróbálok egy másikat. Na most persze az étterem meg a fodrász az nem feltétlen analógia, de valahogy szerintem nekünk erre így kell gondolni, hogy a vendégnek hadd legyen már meg az a szabadsága, hogy a fejét, a haját oda viszi, ahova akarja, és ahova neki jól esik. Nem szabadna abból ügyet csinálnunk, hogyha mondjuk az egyik vendég pár hónapig hozzám jár, vagy minden második alkalommal jön hozzám, aztán ehhez, aztán ahhoz,
Bár mi ezt ugye, mivel a, és ezt általában nekem az a tapasztalatom, hogy a vendégek kezdik, hogy kezdenek beavatni minket a magánéletükbe, már egy olyan szinten, amire már nem is biztos, hogy kíváncsi vagyok, és akkor utána elmegy mégis egymáshoz, na azt én is megcsalásnak érzem, főleg, ha utána vissza akar jönni hozzám. Ugyanakkor ez a szakma velejárója, persze nem biztos, hogy van lehetősége visszajönni, mert hogyha mondjuk nálam be vannak előre írva a vendégek ugye hónapokra előre a naptárba, nem vagyok benne biztos, hogy neki azonnal tudok új időpontot adni, úgy, hogy eddig nem volt beírva. Tehát akkor, ha már azt mondom, hogy várnia kell 3-4 hónapot, akkor már lehet, hogy azt mondja, hogy hát akkor kapjam be, akkor kereső mást, akit, ha, aki hamarabb el tudja vállalni, és ez teljesen oké, hát hiszen neki lenő a haja közbe, tehát most nagyon nemes dolog lenne ekkora tővel mászkálni, mert én várok a fodrászomra, tehát hogy ezt is megértem, és el kell, hogy fogadjuk. De ugye mi az eredeti kérdés, hogy hogyan, te mint vendég, mit mondja fodrászodnak, hogyha nem akarsz tovább járni hozzá, vagy csak hagyd el, csak úgy szó nélkül, vagy ilyenkor mi van? Na most, ha csak egyszer-kétszer voltál nála, akkor gondolom, ugye nem kérdés, hát akkor többször nem mész, nem jelentkezel be. Egyébként simán lehet, hogy ez a fodrász egy év múlva, vagy fél év múlva nem is fog rád emlékezni. Nekem is vannak ilyen vendégeim, hogy egyszer-kétszer volt nálam, és tényleg arra sem emlékszem, hogy nálam volt. Tehát, hogy nem csak, hogy a haja nem tűnik fel, hogy más, ha mondjuk az utcán összefutok, biztos van ilyen, de a nevére sem, meg semmire nem emlékszem. Facebookon még csak ismerősnek se jelölt be, tehát, hogy tényleg törölte az agyam. Aztán vannak olyan vendégek, akinél az ember úgy sajnálja, hogy elment, mert mondjuk szerettem őt, vagy szerettem a haját csinálni, meg vendégnél is ugye ugyanaz, hogy nem biztos, hogy feltétlen azért jár hozzám, mert annyira tökéletes a haja, lehet, hogy más fodrász jobban meg tudná csinálni, de szereti azt a közeget, ami itt van. És ugye nálatok ugye ez mind közre játszik, én tudom, hogy elhagyod a fodrászt, de a másik helyen vajon ugyanúgy fogadnak-e téged, vagy jobban, vagy rosszabbul, kapsz-e kávét, tudod-e, hol a mosdó, hova tegyem a kabátomat, meg tudok-e állni, parkolni, csúszni fog-e a fodrász, várnom kell, dolgozik-e ott egy másik, nagy lesz a zaj, majd akkor az egyszerre hány vendéget csinál, tehát tudom, hogy ez mind, és akkor lehet, hogy elmész egy másik fodrászhoz, és ott nem ugyanazt kapod, és visszamennél az előzőhöz, de még ez még mindig csak egy későbbi téma, vagy a téma folytatása. Mit mondjál a fodrásznak, hogy mondja valamit, hogyha el akarod hagyni? Én azt gondolom, hogy ha jártál már oda egy ideig, és van egy valamiféle jó kapcsolat köztetek, és nyilván van, és nyilván elégedett is voltál addig, amíg jártál hozzá. Szerintem, és tudom, hogy ez a legkevesebb ember fogja ezt megtenni, de simán megmondhatod, hogy figyelj, eddig nagyon meg voltam elégedve, most szeretnék kipróbálni valaki mást. Köszönöm szépen, hogy eddig ide járhattam. Ezt a mondatot akár ki is hagyhatod egyébként. Meglátjuk, hogy fogok-e még jönni, vagy nem. Ha igen, van-e rá lehetőség. És akkor ilyenkor a fodrásznak megvan az a lehetősége, hogy azt mondja, hogy figyelj, van, de hozzám előre be kell jelentkezni ekkor meg akkor. Tehát ha te január 2-án kitalálod, hogy te vissza akarsz hozzám jönni, de nekem tele van márciusig a naptáram, én nem fogok tudni neked időpontot adni, csak majd áprilisban. Erre számíts. Vagy csináljuk-e azt, hogy beírunk egy időpontot most neked, mondjuk január, nem tudom, 30-ára, vagy április 20, vagy nem tudom, és akkor közben te majd eldöntöd, hogy ide jössz, oda mész, mit csinálsz, és hogyha nem hozzám, akkor lemondod időben azt az időpontot, és akkor nincs harag. Ha meg közben kipróbáltál ezt, azt, amazt, és mégis úgy döntöttél, hogy én vagyok számodra még mindig a legjobb, akkor meg ott van a fix időpontod, és tudod, hogy jöhetsz. De előtte beszéljünk, hogy igen vagy nem, mert hülyét ne csináljunk egymásból. Szerintem ez egy tök működő, tök járható út. Nyilván, hogyha megsértődtél egy fodrászra, vagy elrontott ajad, akkor ez nem kérdés. Tehát akkor nem szokott ez felmerülni, hogy ez csak akkor, hogyha
sokáig jársz hozzá, vagy hogyha lehet, hogy vissza akarsz menni hozzá. Hogyha elköltözöl egy másik városba, akkor ez megint nem téma, mert akkor megint az van, hogy figyelj, elköltözöm, hát most 300 kilométerrel nem fogok hozzád járni, ezt te is megértheted. Ez nem is sértődés tárgya, tehát köszönöm, hogy eddig hozzám jártál, örülök, hogy itt laktál, aztán majd lehet egyszer arra járok én, aztán összefutunk a főtéren. Tehát, hogy oké. Na most, a fodrászok azért veszik rossz néven, hogyha hát vannak olyan fodrászok, akik nem, persze, akiket itt tökre nem érdekel, meg vendégek jönnek, mennek, meg nem fix vendégkörrel rendelkeznek. És tényleg nem is tudják név szerint, vagy hogy hány vendégük van. De amikor egy-egy vendég elmegy, akkor szeretnénk tudni, hogy miért. Tehát, hogy én csináltam valamit rosszul, vagy valamiért te itt rosszul érezted magad, csak nem mondtad, vagy nem derült ki számomra, mert hogyha mondjuk csak te egyedül a több száz itt, havonta itt megforduló ember közül, akkor azt mondom, hogy hát ha te egyedül, akkor ez lehet, hogy nem olyan nagy probléma. Ha a többi mindenkinek ugyanaz a dolog nem volt zavaró, vagy esetleg pont jó volt. Ha mondjuk én azt több embertől hallom, hogy mit tudom én, sose volt WC papír a WC-ben, most mondtok valamit, akkor lehet elgondolkodom, hogy fú, lehet, hogy akkor kéne vennem WC papírt. Tehát, hogy értitek? Nem, ugye milyen az emberi természet? Nem személy szerint mondja meg, hogy nincs WC papír a WC-ben, hanem kiírja a Facebookra, meg ír a Google-on egy rossz értékelést, ahelyett, hogy szóval, hogy így a világba kiáltjuk a problémáinkat, ahelyett, hogy annak az embernek mondanám el, akivel a konkrét problémám van, és esetleg közösen ki tudnánk találni egy megoldást, vagy egy kompromisszumot. Ez, higgyetek el, a fodrászokkal is működik, meg a körmössel is, meg a mindenkivel. Tehát meg lehet ezt beszélni, kultúremberek vagyunk. Nyilván, hogyha a másik úgy reagál, hogy neked támad, és nem tudom, akkor nem. Tehát akkor az nem a te embered, akkor az más, de szerintem a legtöbb problémát azért lehet orvosolni. Illetve simán lehet az, hogy egyszerűen elfárad a kapcsolat, emberek vagyunk, energiáink vannak, életszakaszaink vannak, bioritmusunk van, és van, hogy ugyanúgy, mint egy párkapcsolat, 20 évig jó voltam, és most nem. És én is ráunhatok a vendégre, hát hogy ne? És a vendég is rám unhat. És amikor ellaposodik egy kapcsolat, és már csak úgy rutinból megy, akkor is ugye kétféle ember van. Van, akinek ez jó, és ő mondjuk soha nem akar változtatni, soha nem akar mást, ő neki jó, az az ugyanolyan színű festett haj, és ugyanaz a fazon, és mit tudom én élete végéig. Van, aki szeretne újdonságot, de úgy van vele, hogy hát ez a fodrász 20 éve ugyanezt csinálja nekem, ez biztos nem tud mást. Ezt nagyon sokszor hallom, de ő ilyeneket csinál. És közben lehet, hogy tudna mást, csak ezt, hogy mondjam, a fodrász nem lát bele a te fejedbe, hogy te éppen most szeretnél-e valami újdonságot, vagy mit tudom, ezt neked kell mondani. Tehát, hogyha kifejezed az igényedet, hogy figyelj, én változtatnék, én nem lehetne, hogy így, figyeljetek, volt már olyan, hogy én küldtem el vendégemet más fodrászhoz, mert kiderült egy ilyen, hogy ő már tök unja, és ő szeretne valami mást, és mondtam, hogy de én azt nem tudom neked megcsinálni, mert nekem az nem stílusom, én azt úgy nem fogom tudni neked jól megcsinálni, de tudok olyat, aki igen, és menj el hozzá, és nem haragszom, hogyha nem jössz többet vissza, vagy ha úgy vagy, gyere vissza, és akkor lehet, hogy mitől mégse jött be neked az a stílus, vagy nem tudom, de hogy higgyetek el, hogy mi szeretünk embereken segíteni, és szeretjük, hogyha jó a hajuk, és szeretjük, ha elégedettek. És én nem szeretném azt, és nagyon remélem, hogy nincs olyan vendégem, aki muszájból jár hozzám, hogy csak azért, mert na most kihez menjek, vagy az se jobb, meg amit tudom én. Nem, tehát én azt szeretném, és szeretném ezt hinni, hogy nálam ez így van, hogy hozzám azért jönnek, mert az pontosan azt szeretnék, amit én adok, és tudják, hogy ha változtatni szeretnének
azon a skálán belül, amin én változtatni vagyok képes az ő hajukon, azt ők bármikor kérhetik, és meg tudom tenni. Lehet, hogy mondjuk nem aznap, mert nem arra szántam az időt, hanem már beírtam egy következő vendéget, mert nem tudtam előre, de lehet, hogy akkor legközelebb tudunk rá időt szánni, és akkor tudunk változtatni mondjuk a haján, hogyha éppen ez a probléma. De nagyon sokszor tudom, hogy a változtatást nem attól a fodrásztól kéred, akihez 20 éve jársz. Egyébként a házasságon belül ezért vannak a megcsalások, csak mondom. Hanem valaki tök mástól várod, akkor el kell menni máshoz. Nekem vannak olyan vendégeim, akik nem sok egyébként, 2-3, de van, aki vagy csak vágatni jár hozzám, vagy csak festetni jár hozzám, és a másikat egy másik fodrásszal csináltatja, mert abban az a fodrász és az a közeg jön be neki, és az a frizura, és az a bánásmód, és az a valami, a másik szolgáltatásra meg az, amit én tudok adni. Mi ezzel a baj? Nincs ezzel semmi baj. Ezért nem kell elhagyni egyik fodrászt sem, hanem te simán járhatsz kettőhöz. Tehát azt gondolom, hogy ha el akarsz hagyni egy fodrászt, és lehet, hogy vissza akarsz menni hozzá, akkor őszintén mondd meg neki, hogy, vagy ha nem tudod megmondani, írd le neki, biztos, hogy Messengeren, Viberen valahol megtalálod. Akár kezd azzal, hogy figyelj, egyszerűbb nekem leírni. Írd le szombat éjfélkor, amikor figyelj, most nem tudlak hívni, nyilvánvaló, leírom, nem? Tehát, hogy azért, na, találd már ki, hogy mit csinálsz, és akkor írd le neki, hogy, vagy mondd meg neki, hogy szeretnél kipróbálni valaki mást, nem biztos, hogy beválik, de ajánlották, kíváncsi vagy, nem tudom, és majd meglátjuk, visszamehetek-e, nem-e, ha igen, hogyan, és ha nem, akkor ne haragudj, és köszönöm. Ha pedig azt mondod, hogy te soha több, biztos vagy benne, hogy soha többet nem akarsz hozzájárni, hát akkor nem szép, és nem szép pont, hogy én mondom, de akkor tűnjél el, de akkor tök kellemetlen lesz összefutni vele valahol, bár hidd el, hogy a fodrász nem fog oda menni, ahogy te Mariska miért nem jelentkeztél be, tehát hogy biztos, hogy nem fog ilyen történni a bevásárlóközpontban. De megmondhatod akkor is, hogy köszönöm szépen, hogy eddig megcsináltad a hajamat, nagyon tetszett, most viszont szeretnék elmenni máshoz, és további jó munkát kívánok, és sok vendéget, és nem tudom, boldog karácsonyt. Hidd el, hogy sokkal ez után, egy ilyen üzenet után sokkal jobb lesz összefutni vele bárhol. Van egy vendégem, aki mikor a fiammal, egy fél évig nem dolgoztam, mikor a fiammal terhes voltam, és mindenkinek ugye küldtem üzenetet, hogy mikor újra munkába álltam, hogy újra dolgozom. És vagy kettő ilyen sztorim is van. És leírtam, hogy mikor dolgozom, mitől kedden délután, nem tudom, csütörtökön délelőtt, szombaton, egész nap valami ilyesmiket leírtam, hogy mikor, hol, hogyan tud megtalálni. És volt egy lány, aki visszaírt, tudom, hogy mindig ilyen extrém hajakat csináltam neki, és nagyon bírta ő is, meg én is nagyon szerettem csinálni a haját, meg őt magát is tökre bírtam, meg neki is mindig tetszett, hogy fú, most ilyen, most olyan, most ez az amazot festegettem mindenféle színűre, meg fú, minden volt, és írta nekem, hogy nagyon örül, hogy újra dolgozom, meg köszön az üzenetet, de a fél év alatt ő talált egy fodrászt, akivel ugyanannyira meg van elégedve, mint velem, és sokkal közelebb dolgozik ahhoz, ahol ő lakik, és neki sokkal praktikusabb hozzájárni, és hogy ne haragudjak, de ő nem jön többet. Tök jól esett az üzenet, tökre tudom, hogy mi van, nem bántott meg vele nyilvánvalóan, ha összefutunk, hello, mi van veled, majdnem mondtam most a nevét, mi van veled, mesélj, tök érdekel, hogy meg hú de jó a hajad, meg de jó, tehát hogy ennek én is tudok őszintén örülni, viszont a másik sztorim, ugyanez a gyerekem, ugyanez a félé, ugyanez az üzenet, és összefutottam vele nem tudom hány évre rá a Tesco-ban egyébként, ezzel a hölgyel, és hát annyira nem volt jó színész, tehát hogy így, hello, hát te, hát már dolgozol? És akkor így mondom, hogy
Igen, már dolgozom. Ja, hát azt hittem, hogy te 3 évig otthon leszel, mondom, nem. Egy fél év múlva küldtem üzenetet neked. Elmondom, akkor már geci leszek. Nem, egy fél év múlva küldtem üzenetet neked is, hogy már megint dolgozom, és hogy tudsz jönni, és ja, hú, már ennyi idő eltelt, izé minden, és ott játszott a hülyét, na. Szóval, és akkor volt a gyerekem 6 éves már legalább. Tehát, hogy nem baj, ha nem jössz hozzám, nem baj, csak akkor utána meg ne csinálj úgy, mintha te jönni akartál volna, de hát... Szóval ezek a legrosszabb megoldások szerintem. Remélem, hogy mondtam használható tanácsot és információt, és én azt gondolom, hogy nem szabad erre se a vendégnek, se a fodrásznak rágörcsölni. Én szeretem azokat a vendégeket, akik hozzám járnak, és elégedetten távoznak innen, és inkább ebből legyen kevesebb, mint olyan, aki hozzám jár muszájból és elégedetlenül távozik, mert azt nem szeretném. És úgy gondolom, hogy mivel ezzel mindenki így van, aki normális értékrendelés beállítottsággal rendelkezik, ezért biztos, hogy ha te el akarsz hagyni egy fodrászt, és megtalálod ennek a megfelelő módját, hogy közöld vele, akkor ebből nem lesz sértődés, probléma és kellemetlenség később. És ugye vannak azok a vendégek, azt nem tudom, hogy most ebben a videó elején mondtam-e már, vagy még egy másikban, hogy vannak, akik mindig máshoz szeretnek menni. Kétszer ehhez, kétszer ahhoz, utána fél évig ide, fél évig oda. Ezzel is mi a baj? Semmi. Tehát, hogy hadd menjen, hát az ő haja, hát most arra vágyik, most másra vágyik, most egy férfi fodrászra vágyik, most egy nagy szalonra, most olyan életszakasza van, hogy nem szeretne sok ember közé, inkább egy kisebb helyre. Hát oké. Okay. Minden oké. Okay.